csak egy kávé. A 14. Nemzetiségi Színházi Kolokvium beszélgető műsora. Lefőtt már a kávét, A miénk már igen, és készen állunk fejest ugrani egy beszélgetésbe, melyről még mi sem tudjuk, hogy hova fog kiukadni. Négy olyan ember ül ma egy asztalhoz, akik ebben a felállásban talán még nem is beszélgettek egymással. De most összeköti őket néhány közös tényező. A színház, a kollokvium és egy csésze kávé. Ez pedig elég ahhoz, hogy elinduljon egy párbeszéd a hogy vagytól egészen a... Aki tudja meddig. Gyere, meghívunk egy kávéra. helyen utolsó nap, fesztiválozós jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a Csak egy kávé, a Nemzetiségi Színházi Kolokvium 14. kiadásának nem a tudjuk már műsora. hányadik kiadás podcast műsora, egy ilyen reggeli csacsogós műsor. Üdvözlöm vendégeinket, Lokodi a tervezőt és Györfi Csaba koreográfus rendezőt, és természetesen a megszokott Tóth Árpinkot. Szervusz Gábor, én is köszöntelek téged ezen a mai csodaszép felhős és kávés reggelen. Jó reggelt, hogy vagytok? Sziasztok, jó reggelt. Jó reggelt. Hát még picit korán, de, de egészen jól. Igen, még, még, egy kicsit ilyen, ilyen szemnyitogatósan, pláne most, hogy beütött az ősz, egy kicsit hidegebb van, mint amire számítottam én legalábbis. De minden jó. Ez is... volt, csak így tudom nézni, hogy hidegebb van, mihez képest. jó, nyilván én is csiki gyerek vagyok, tehát a mínusz 26 az, az a barát, de, de egy héttel ezelőtt, amikor nézegettem így az időjárás jelentést, és 30 fok, meg 23 fok október végén, akkor így a pakoltam bennem a kis bundát, van és egy... most azzal gazdálkodom, de minden oké okay, egyébként. Egy, egy, kedves borász barátom, aki, aki hát nyilván egy pincében lakik, borászként, és ő azt mondta, hogy nála 14 fok az a párzási hőmérséklete. <coughs> <tehát, hogy tos> <coughs> én, én nagyon szarul ébredtem ma reggel, mert a, eddig csak a torkom fájt, most már csak a torkom nem fáj, de minden más igen. Úgyhogy most én egy kicsit így fesztivál robbantam. Kollibaci? Elkollibacizott el, Kol, el, el engem ez a... Igen. De abszolút megértem lett a pánikodat az ősz miatt, bár így október vége fele az, hogy hideg van, az nem feltétlenül meglepé, meglepetés. De tegnap még hétágras sütött a nap, szóval, hogy teljesen értem, amit mondasz. Amúgy én is én úgy vagyok veletek, amikor csíkba megyek, vagy hogy Ergyóba megyek dolgozni, akkor az első próba után megyek turkálóba, és veszek valamit éri cuccokat, <gül> <gül> azt mindig valahogy beszopom. Egyébként én is ebben reménykedem, hogy ma a turkálás, az, az majd így megment. Uh -huh. nem, nem, nem rossz az idő. De nem készültél? Nem készültem. Vagy hát, de erre nem készült, hogy ilyen idő erre lesz? Nem, de egyébként nincs rossz idő, uh -huh. csak uh, pláne, hogyha holnap átmegyünk csíkba, akkor úgy készítem a lelkem arra, hogy majd így szétfagy. De majd akkor így anyukám ad, anyukám csíki, majd, majd így kinyitom a szekrényt és felöltözök. Figyelj, fesztivál van, színházban kell lenni, nem kint. Jaj, ide igazad van. Azt Igen. hittem, azt mondod, hogy a fesztiválban, hát a Sziászban is lehet turkálni. Egyébként lehet. Ja, pont egy emelette fölött egy van emelette fölött. a ruhatár, úgyhogy lehet válogatni. Igen. Csaba, te most udvarhelyen dolgozol egy parasztoperával. Na, ez erős meséi. Uh, így van, honnan jött ez neked, hogy parasztoperát csinálj? Nekem ez egy régi álmom, hogy, hogy egyszer ez, ez előkerül, lehetőséget kapok valahol ezt egyszer csak megrendezni. A színház 25 éves jubileumi ünnepségére is, az Udvarhely Néptánc műhely 25 éves uh, jubileumi ünnepségére készül. Mindkettő 25? Mind Pontosan, 25 igen. egyszer mm -hmm. alakultak, és akkor ez lesz a nagy közös tuti a gála de ez, ez gyakorlatilag benne van a Néptánc műhely is, és benne van, tehát ez, ez, egy ez egy koprodukció lesz. Ez egy koprodukció. nem? előfordult már pár szól, de nem én szerintem... Nem jellemző. Akar, nem jellemző. Nem jellemző. De igen, tehát volt még a... Hát volt Régebb, az Elektra. Igen, az Elektra volt az egyik, amire emlékszem, hogy volt, nagyon... Még. Volt az Ibusár, aztán az később, és azt hiszem, De hát az, az, akkora, az jó, de az több fúziós volt, tehát még Gyergyó, Gyergyó, Udvarhely, és, és Csík, és mindenki és és benne volt. Igen, az egy fúzió Ezen volt. Ezen dolgozunk, november 9-én lesz a, a Gála műsor, tehát a, az ünnepség igazából. És, um, és addigra meg kellene lenni ennek. Addigra meg is lesz. Meg is lesz. Meg is lesz. Muszáj lesz meg lennie. a nagyon jól állunk. November Most már csak elmez keres mehet albumra. November, szóval... Igen, már csak a fények és az ennek alája. Meg egy kicsi füst. November 9, de mióta próbáltok? Hát te benne vagy? Én benne vagyok, Aha. igen. Te mit játszol benne? Én vagyok a kóbói. Te oh. a kó, Ez az. Jó van. És uh, meglesztek? Mióta Meg Augusztus végén kezdtük ja. el a folyamatot, és pont azért hogy húztuk ennyire hosszúra, mert ugye a kolokviumban. Sok, hát ez... meg De a most jó, volt, fogjátok én. rá, hogy a kolokvium nem Nagyon sok próbáltam. hely lassan a fesztiválok városa, ezért húztuk ilyen hosszúra ezt a próbafolyamatot, mert nagyon sokszor leálltunk. Tehát, hogy ilyen, így időszakosan próbáltunk, nagyon sok mindenkit kell összeegyeztetni, zenekart, tánckart, a tervezőt, engem, Strauss-t, mint sok művészt, sok, sok, sok... Színészt, aki nagyon sokat játszik. Meg... Téged kell össze, nem mivel kell összeegyeztetni te közben máshol is dolgozol? Máshol is dolgozom, meg játszom is közben. A Bekecs Néptán Színháznál uh, beugrottam egy előadásba, ott most uh, művészeti vezetőként dolgozom, és uh, Alakult nyárát szeredába egy, nem egy színház, amit Igen? a Bekecs, a Bekecs indított el. indította el, és akkor én most ott, ott, ott dolgozom. Na, Mi és oda nem költöztünk tudtam. nyárát szeredába. És ott oda ott is vagy költözöm el... már! Wow! És milyen nyárát szeredainak lenni! Én nagyon szeretem. Mi egy éve lakunk ott, és nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Aha. És kicsi ház, és minden. Kicsi ház. Udvar, kertel. Udvar, kertel, kert. Paradicsom, tyúkok, le van már szedve. Kutya. Tényleg? Igen. Igen. Vannak Ezt tyúkok? Szépen. Igen. Van tíz tyúkunk. Tíz tyúk, és most már két kutyánk a tegnap reggeltől. Hét? Kettő. Ja, Mert, kettő. hogy van ez a tíz tyúk is talál hány szemet vagy? De ez a jövő lehet, nem? Tyúkokat. Nem eltenni. tudom, hogy ez a jövő, nekünk szerint ez az abszolút az jellentos jellentos Én most ez ez kezdek lemondani jó. róluk. Igen, már túl vagy. Én már túl vagyok, hát én már a 80-ból már 30-at meggyilkoltam. És megetted? Meg, meg. lefagyasztottam már nem egy persze. nyilván, de. Szóval... de te valakul. már nagybaliban kereskeded a tyúkhúst, meg a, a tojás. Tojás kell. Tojás? Nekem. kell. <laughs> <laughs> um, hű, várjál, mert annyi információ jött egyszerre. Igen, tehát a bekecsné dolgozó, ezt hogy kaptad ezt a felkérést? Így egyszer csak kopogtak, hogy Csaba! Uh, nem. Volt egy, uh, egy közös munkánk a tótékat csináltam néptánc színházi feldolgozásban. Igen, nem van, dolgoztam leg leg ott, van, ott ezt, emlékszem. Hivatalosan. És akkor annyira jó volt ez a, az együttműködés köztünk, hogy a Benő Barna Zsolt a színház igazgatójával úgy döntöttünk, hogy mi lenne, ha ezt így komolyabban tovább gondolnánk együtt. Ez egy... És akkor itt jön, jön össze a lettával. Mert, Mert ennek ő volt a tervezője. Mert ugye ezt engem a tervezője. A tótéknak te voltál a, a tervezője. Aha. És akkor így kerültem a, a csapatba. És azóta És milyen színházat alapítani Uh, Egyelőre még nem tudom, mert ugyanúgy dolgozunk, mint mind eddig, tehát, hogy semmi nem változott, uh, lettek posztjaink, uh, lett költségvetésünk, tehát, hogy... Uh... Jó, hogy kell beírni egy színházat? Ez hogy, hogy van? Ez, wow, ezt hogy kell csinálni? Uh, bukarestbe, Bukaresbe. Igen, de Bukaresbe. <laughs> Mondod, jaj, hogy szeretnék alapítani egy de színházat. De nem lehet játszani. Hogy te, itt egy színházat csinálni. Hol? Nyárat szeretem. Az, az hol, hol? De az egyszer, ott, ott, és az hol van? De... Ja, hogy, ja akkor lehet. Akkor, lehet, akkor jó. <laughs> ott, ott nem zavar senkit. Nem ott, ott, ott rosszat nem tudsz csinálni. Ne senki, csináljad, jó? Na igen, gyere, nem ez engem érdekelt. Be ment, be menj, nem nem, nem, nem tudom a, a részleteit. Nem tudom a részleteit, te... bevallom. Őszintén ezt teljes mértékben, Barni, a szervezte, papírozta, nem tudom, hogy ez hogy működik. Ez kurva jó, ez nekem nagyon tetszik, olyan, hogy ki a színházat bejegyeztetni. Nagyon nehéz. Úgy, posztokat adjanak. Úgy nagyon nehéz. Ugye most a kézdivásárai színház is egy ilyen átalakuláson ment át. Ugyanígy, ugyanígy, ugyanígy alakul, ők is, kult, mert ugye addig alapítványi színház voltak, mint udvartér, teátra, ki tudom mondani. Teátrum? Teátrum. Hát a teátrummal. Igen, igen, igen. igen? Udvar, tér teátrummal volt a neve, és akkor az ugye megszűnt az alapítványi háttér, akkor most meg beálltak, ők is kaptak ilyen jogi státuszt, mint, egy kormányzati van... intézmény. Aha. Aha. És azt tudom, emlékszem, Zsoltika is nagyon sokat mesélt arról. Ugyanez, de most ugyanaz, ott, annyi változott, hogy udvar, udvar tér színház lett? Így vagy? van. Hát a név megváltozott, Igen. de megváltozott, ami a fontosabb az, hogy megváltozott maga a státusz. És akkor a, a kézdi színházat most a, a város támogatja? Így ilyen... van, így van. így Most hát. már önkormányzati intézményként van jelen, de pontosabban nem, hanem úgy, hogy lett egy ilyen koncern, ami azt jelenti, hogy ott művelődési központ vagy valami ilyesmi, kulturális központ talán, és akkor annak a részeként vagy tagozataként működik a színház is, meg a vigadó is, meg ott nem tudom még pontosan. Na jó, oké. Okay. Hogy... Uh, te most mit dolgozol, most legfrissebben? Most, most, most? Most semmit, most semmit mert most itt ülsz velünk kávézol, és összeköt is kávéz. minket a kábel. Igen, <laughs> igen, 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 igen. Én most januárig nem színházazok, úgymond, tehát tervezőként nem nem csinálok színházat. Most volt Nagyváradon szeptember végén egy bemutatom és a következő projekt az január. Ez egy elég tudatos döntés részemről, úgyhogy ö, szünetelek, mert arra jöttem rá, hogy ez is kell. Úgyhogy most, ami a fő profil, az a, a, a tanítás, uh -huh. vagy hát az asszisztencia az Egyetemen Marosvásárhelyen is. és ö, igyekszem írogatni a doktori. Pontosan ezt akartam kérdezni. Mire? Tehát, hogy választottál tudatosan egy, egy hosszabb született periódust, ö, és mire használod, ez lett volna a kérdésem. Erre, erre most igazából azért is vagyok itt, mert előadásokat akartam nézni, és inspirálódni, és hogy mit tudok felhasználni a doktorihoz, meg mi az, amiből így lehet van, egy merítkezni. Olyan, van egy olyan fülesem, hogy írni is jöttél. Igen, hát ennek az a hozadéka, hogy közben írok. Tehát, hogy jöttem előadásokat nézni, és akkor közben blogolok. Vagy hát ilyen előadásokról, látványtervező szemszögből uh -huh. írok élménybeszámolót. Azt hiszem, hogy ez a legpontosabb megfogalmazás. És nagyon élvezem egyébként, sose csináltam ilyet, mert ez nem olyan, mint írni a doktorit, az nagyon kötött és nagyon egyel, sokkal szárazabb. És itt ezt bele lehet engedni, azt, amit oda nem, a szubjektív véleményt, és a, nem tudom, nézegettem a cipőfűzőmet az első öt percben, típusú megjegyzéseket. A látványtervezők sokat kritizálják egymást? Nem. nem. Szerintem nem. Én szerintem a látványtervezők, de ez lehet, hazabeszélek. Uh, szerintem az egész színházi közösségből az a csapat, akik nagyon összetartóak. És uh, én nem érzem azt, hogy rivalizáció lenne a tervezői közösségben, vagy legalábbis az én tervezői bará tervező barátaim között nincsen, hanem az a. Delített a tervezői szakma. Hmm, jó kérdés. Hát talán igen, talán nem még Erdében, de ez attól is függ, hogy mennyi, tehát, hogy mennyi lehetőség van színházaknál közszínházi struktúrában rendes költségvetéssel dolgozni. Tehát, hogyha mondjuk az erdély színáról beszélünk, akkor szerintem még nem telített, de mi, tehát az egyetemen már, nekem Barta József a mesterem, és neki vagyok az asszisztense, neki is, meg, meg Jeremias és ők már úgy veszik fel a diákokat, hogy hogy ö, nem csak díszlettervező és jelmeztervező lehet belőletek, hanem ezen a szakon igazából egy vizuális oktatás zajlik színházi profillal, és nyilván tervezőket nevelünk, vagy nem tudom, de hogy ö, fotózástól elkezdve plakáttervezési, grafikai, ö, szerkesztői munkáig, képszerkesztői munkáig, hogyan rakja össze egy portfóliót, hogyan rakja össze egy újságot, minden egy kicsit így benne van ebbe a lekvárba, pont azért, mert nem lehet tudni, hogy mikor lesz egy, nem tudom, COVID gazdasági válság, mikor vonják meg a lehetőségeket, mikor vonják le a, a költségvetést, szóval ez egy ilyen kiszámíthatatlan terep. Van, nekem is egyébként a munkáim van, amikor nagyon sok van, és egymás után jön, és egymásra rakódik, és van, amikor meg szünet van, szóval. Azt mondtad, hogy tudatosan nem dolgozol januárig. Miért? Mert az utóbbi fél évemben rájöttem arra, vagy az utóbbi, igazából a, a, az elmúlt évadba, vagy az elmúlt évadokban arra jöttem rá, hogy kell a szünet ahhoz, hogy frissüljek, és ahhoz, hogy az az adminisztrációs teher, ami egy tervezés alatt rám nehezedik, ki tudjon ürülni, és legyen kedvem csinálni. És ez egy elég új ráeszmélés, mert eddig, eddig nagyon nehezen mondtam nemet bármilyen felkérésre, és hajlamos voltam mindent bevállalni. És most nem ez történik, hanem ha azt érzem, hogy az idő és az energiám nem, nem találkoznak, tehát mondjuk egy felkérés úgy jön, hogy az egyikre rátevődik, és két külön városban van, akkor azt már nem vállalom be, hanem mérlegelek, hogy hol tudok ott lenni igazán. Mert volt olyan alkalom, ahol összerakottak a produkciók, és volt olyan is, hogy Budapesten volt az egyik, és Varosveserelyen a másik, és nagyon nehezen jött össze az, hogy mindkét helyen igazán ott tudjak lenni. Tehát nem, most nem szeret, vagy én most ebben a fázisban vagyok, nem szeretem azt, amikor adminisztráció lesz a tervezés, és a listákat pipálom. Amúgy is az, sok esetben, de most azt érzem, hogy arra van szükségem alkotóként, hogy meg kreatív emberként, hogy ott tudjak lenni a rendező mellett, és, és ne az utazgatással teljen el a próba folyamat, és azzal, hogy meglegyen az anyag, hanem hogy lehessen gondolkodni, lehessen legyen idő érlelni a, az anyagot a fejünkbe egyáltalán, tudjak felkészülni mondjuk a mostani januári produkcióra. A tanításhoz hogy jött? Hát az a Covid-dal jött igazából, félig... Um... A Covid alatt így egy, tehát a, a menekülő patkányok, a színházi emberek így mindent is elkezdtek igen, csinálni. Igen, igen, igen. Igen, igen, Én tyúkokat vettem. <gül> <gül> Valamit így gyorsan ki kellett találni, mert ez itt ja. nem, ki tudja, meddig tart. Igen. Igen, igen. igen. Hát nekem a, a Covid elején Budapesten volt a, az állomás, vagy a szállásom, és a, a, a bázis. És um, 19 tavaszán, amikor, vagy nem, 20, 20, igen, 20 tavaszán, amikor beütött a COVID, akkor iszonyatosan sokat dolgoztam. Tehát Vásárhely, Pest, két produkció egymáson, nagyon elfáradtam, úgyhogy jól jött a COVID, de amikor vissza kellett állni a, a stafétába, akkor rájöttem arra, hogy, hogy ebből most nem biztos, hogy meg lehet Budapesten élni főleg úgy, hogy egyik lezárás, tehát kiszámíthatatlan volt, hogy mikor jön a következő lezárás. És akkor volt egy munkám, egy, egy eszefés egyetemi vizsga, amit Szárdár Tagirovszki rendezett, ami elég fárasztó munkafolyamat volt, és utána hazajöttem. Meg, Neked akkor. vagy a színészeknek? Szárdárnak. Szárdárnak. <hállal> <hállal> mindegyikünknek, igazából. Mindegyikünknek. Nem bánom, de akkor nagyon-nagyon fáradt voltam. És hazajöttem, és lezárták a határt. És nem de nem azért, mert hazajöttél, hanem a... Csak azért, mert azért mi az, amit értem. De nehogy visszamegyek <laughs> <laughs> Budapestre. Úgyhogy nem mentem vissza Budapestre. Mm. Um, mert lezárták a határt. Mert lezárták a határt, és ez valahogy, a... akkor azt gondoltam, hogy ez egy döntés. Tehát, hogy ez egy jel, vagy nem tudom, hogy mondjuk ennek és haza, haza hozottam a cuccaimat, és azóta a és véletlenül, vásárol vásár egy egyetem hát véletlenül én bekaptak, sztatták, hogy most már te igen, itt tanítasz. Igen, volt tanáromba. Korzózott a köteles hatba. az a köteles hatba. A szevasza lett, a gyere be! Gyere Keresztem, csak be! be. Pont be. A, má, a, harmadik harmadikon éppen egy osztály várja, hogy igen, egyébként nem, de igen. Szinte igen, de nem. nem <laughs> de szinte, így, szinte így történt. <laughs> szinte, szinte. É, igen, hát összetalálkoztam a Jocóval, Barta Jocóval, a volt osztályvezetőmmel, és akkor mondtam, hogy mi a helyzet, és mondtam, hogy egyébként nagyon gondolkodok a doktorin, mert most úgy néz ki, hogy van egy üres járat, hogy a szakmában nincs munka, a Covid van, lezárások vannak, és unatkozom. Vagy hogy szeretnék valamit még tanulni és csinálni. És akkor kérdeztem tőle, hogy mennyire tartja jó ötletnek, vagy mennyire, nem tudom, mit szól hozzá, és mondta szerint, hogy persze, csináld. És akkor megkérdeztem, hogy ha így döntök, akkor uh, van-e szüksége rám. És azt mondta, hogy persze, csináld. Amolyan segít tanárként? Igen, igen, uh -huh. igen. És mi, a, mondta, mi a doktori témája? Húha, hát. Um, ez, ez egy nehéz dolog. Jó, ez tudom, egy... színészek vagyunk, mi ezt nem érthetjük. Nem azért, hanem én nem tudom egy-három szóba ja, megfogalmazni. Nyugodtan mondd el három mondatba végül is magár a borító, majd a doktori diszertáció. Azon egy mondat verzióján. Rakjelen, De hát az lehet egy hosszú mondat is, mert jó nagy felület a Az is lehet, egy oldal. Igen, a cím is igen. egy oldal. Igen. Ja, igen. Milyen jó lesz, ha egyszer csak megnézem a címet a kész dolgozaton. Most így ezt, um, szóval a írok, és um, a poszthumanizmus jelenlétét... Csaba! Mielőtt <laughs> <laughs> mindenki bealudta. Te kérdezted. <laughs> poszthumanizmus jelenléte. Szóval a poszthumanizmus jelenlétét a jelmeztervezésben igazából ezt, ezt kutatom. Ebből vagy... a jelmeztervezés szót értem. Azt érted, mm -hmm. ugye? <gül> <gül> Meg a humanizmus. Azt én is. Azt én a humanizmust a humanizmus nem értem. Én már azt nem értem. Igen. Szóval neked a maga...

Nekem meg a legismeretlenebb helyzet, hogy hogy nem tudtam azt csinálni, amit eddig mindig csináltam. És ez, ez engem valahogy így, így teljesen tönkretett. Tehát, hogy az, hogy én nem tudok utazni, nem tudok próbálni, nem tudok játszani, nem tudok színházat csinálni, ez, 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 ez nekem a halálom. Én nem is tudtam, hogy nekem ennyire lételem a színház. Tehát a COVID uh, ismertette fel velem ezt az érzést. Uh -huh. uh, viszont, utána, ahogy ez uh, felszabadult, utána nagyon erőteljesen neki tudtam megint fogni a, a, munkáknak, és olyan volt, mint aki lemegy a víz alá, és nem vesz levegőt két percig, és egyszer csak így levegőt kap, és, és akkor nyomjuk, és azóta meg nem álltam megint. Tehát, hogy... Uh -huh. Lát, hogy nekem például az volt, én abszolút pozitívan éltem meg ezt a Covid dolgot, annak ellenére, hogy fájt egy csomó minden, Ugye a korlát, egyrészt a szabadság korlátozásában éreztem, hogy itt valami, valami nagyon nem okés. Uh, viszont azt vettem észre magamon is, meg a másokon is mondjuk a szakmai környezetről beszélek, hogy eszméletlen kreatívvá váltak az emberek. Tehát, hogy olyan pici, finom, teljesen hagyománymentes komfortzónából kiálló, vagy kilépő, vagy kiugró projektek kezdtek létrejönni, amit én imádtam. Szóval, volt azért egy er nagyon erős pozitív hozadéka is ennek az ember kreativitását. És aki felrázott, tudod, a, mert az úgy hogy kényelmes, hogyha vagy egy színházban, van felületed, van lehetőséged, és akkor óhatatlanul egyszerűen csak így valami valamiféle rutinszerű dologba, és egyszer csak a Covid adott egy nagy sallert mindenkinek, hogy ő vár, várj, 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 vár, mert azért van van uh, világ és van alkotási felület, meg lehetőség a színház falain kívül is. Úgyhogy én ezt nagyon, nagyon így értem meg. Én, én, nem tudom, nekem pont Norbi kollégámmal beszéltük így a Covid kellős közepén, hogy életünk egyik legjobb szakaszában vagyunk benne, tehát hogy így lehet egy kicsit otthon is ülni. Uh -huh. Norbi elkezdett méhekkel foglalkozni. Tehát, én meg tyúkokat vettem, akkor hátul rendbe raktam a ház körül mindent. Tehát, hogy így volt egy, volt egy ilyen pillanat, amikor így azt éreztem, hogy így ez azért nem, meg lehet szokni. Nyilván, nyilván eltel, eltelik egy, mit tudom, egy három-négy hónap, és akkor az ember azt mondja, hogy na jó, most már valamit azért jó lenne csinálni, mert az a, nekem pláne jó volt, mert én alapvetően mindig nagyon aktívan valamit csinálok, és akkor nekem pont jó jött, hogy így nem kellett csinálni semmit. Tehát igazából nem volt sem felelősség abban, hogy akkor valaminek kész kell lennie, vagy nem tudom. És, de el kellett tennie mondjuk egy, hát egy fél év, na talán egy fél év után már úgy voltam vele, hogy így, Hát most már nagyon kéne valamit csinálni, mert most már, már, most már otthon is unom. Annak viszont nagyon örülök, bár nem látok minden színházi alkotást, nem látok minden a, a COVID-tól számolt idő, <laughs> időszakban, K -u, K -u, tehát COVID után <laughs> időszakban. Nem vettem észre azt a színházakban, hogy ugye óhatatlanul a színház azért szeret reagálni ilyen nagyon aktuálisan, és ilyen nagyon túlerőltetem az aktualitást, csak akkor ilyen csinálok ilyen dokumentarista meg jellegű előadásokat, hogy azért a Covid valahogy nem maga a téma, maga ez a vírusos történet valahogy nem, élt, nem ívódott bele a színházba, és én ennek nagyon örülök. A kommunizmus után is még öt évig nem csináltak a kommunizmus. Ma már mindenki, Ma csinál mindenki. a csinál. Ja, ja, Tehát egy húsz év múlva csak a Covidról fogsz előadásokat látni. Maszkos figurák lesznek mindenhol. Igen. Igen. azért jó. mondjuk a az szomorú lenne mondjuk szint. nem igaz, ha most és akkor most mondok saját magamnak ellen uh, t, ellen t hogy uh, csíkban amikor abban megcsinálta a csárdás királynőt akkor ott azért nagyon erősen és hogy nem erre van igényük. Van megint másik kérdés, hogy akkor mire van igény arra, hogy vidám kis darabokat csináljunk, vagy vagy közben meg megfér mellette az is, ami a poética, vagy tragédia. De hogy, hogy én azt éreztem, hogy hogy abszolút, sok, sőt, sokkal nyitottabbak lettek minden másra, ami nem... Ez a rökös mi van most velünk per pillanat, miközben meg, meg, meg szerintem mindenkiben élt az, hogy reflektál, meg reagál a, a helyzetekre sokkal, sokkal érzékenyebben, mert az a befelefordulás, meg az a csend, ami, ami így volt, az, az szerintem mindenkit érzékenyített. Uh -huh. És ez jó. Értem. Értem. Érted? Értem, abszolút értem, amit mondasz. <laughs> csak hát, csak hát, azt csak gondolom, az... hogy. Én egy kicsit még csak feszegettem én ezt a bekecses történetet, te Csaba, hogy ha, hogy ha már alakult egy új tánc-színház nevezhetjük annak egy. Nevezhetjük annak, Egy tánc-színház lesz. Megváltozott a neve, mert elhagytuk a néptánc szót, és akkor az intézmény maga az Bekecs Táncszínház. És akkor ebbe belefér a folk előadás is, mint olyan táncszínházi produkciók, és idéntől elkezdünk egy picit prózai központú vizekre is evezni. Készítünk egy madács emlék előadást, mivel madács év van. Próbálunk egy kicsit így a magyar irodalom fele is evezni. És uh, akkor így áll össze a műsorpolitika, politika, tehát hogy hogy egészen széles uh, közönség próbálunk kiszolgálni, gyerekelőadásokat is készítünk, tehát hogy egy kicsit úgy vagyunk, hogy a, a kis színház az nagyon nagyot akar most. És, uh, és uh, egy, ezzel egy időben is indítunk egy rendszert. Tehát ez mostantól oh, üt, ebben az évadban így berobbanunk és mindent is akarunk. Tele vagyunk nem lesz ez ne nem, lesz, nem, nem gondoljátok, hogy ez sok így egyből? Nem tudom, azt, azt egyeztük és azt ö, azt valljuk, hogy ha most nem megyünk egyből fejjel a falnak, akkor ezt most nem lehet másképp. Tehát, hogy akkor tegyünk fel egy lapra mindent, indítsunk be mindent, nézzük meg, hogy mire van igény. Ilyen, ez költségvetésileg hogy néz ki? Tehát az állam ebből mennyit támogat, vagy a önkormányzat mennyit támogat tehát az önkormányzatnak van egy költségvetés, amiből gazdálkodunk, uh -huh. és azt, ö, azt és tudjuk... És a többi azt gondolom pályázott. A többi pályázat ugyanúgy, ahogy eddig is élt a Bekecs, tehát hogy ö, teljesen... Ö, a Bekecs eddig is támogatott volt önkormányzatilag? Nem, mostantól Nem, lett, lett, mostantól. mostantól lett. Mostantól támogatott, eddig pályázatokból tartotta fenn magát csak. És uh -huh. hogy néz ki egy évad? Mondtad a madács előadást, Ebben az évadban készül ez a madács előadás, készül egy gyerek előadás, és készül egy folklór előadás. Uh -huh. Ez a három nagy produkció van, ami, ami idén készül. A múlt évadból áthozott régi produkciók ugyanúgy játszanak, és ugyanúgy a a turnézunk vele. Tudni kell azt, hogy otthon ugye nem tudunk mit játszani úgy, mint egy nagy város, tehát nem tudunk egy tízes bérletet csinálni, nem tudunk egy előadást tízszer lejátszani. Lejátszunk mondjuk kétszer, és a többit azt, azt folyamatos turnékkal töltsük. Mm -hmm. Tehát, hogy egy előadás, ha megéri mondjuk a 80-at, az úgy néz ki, hogy kettő volt otthon, és 78 volt az országba is, külföldön, mindenhol is. Hát akkor meglehetősen sokat mozog. Igen, nagyon-nagyon sokat utazunk, nagyon-nagyon mm -hmm. sokat megyünk. Én csak utoljára, bekecsem, most a Zetvára egy napokon találkoztam, ott volt egy előadás. A te folklór volt mm -hmm. alapvetően, de hogy ott velük találkoztam. Még most Csíkba is játszanak, nem? Tegnap. 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 Maked van. Ma kedvan? Ma, ma szerda van. Maszerda, maszer... Várjál, Szerna? a tegnap előtt milyen nap? Csitörtök? Várjál, volt? Be, meg minden egyes de... nap szóba kerül az <laughs> az Uh, létrehozni és odahívni, az. ami azt feltételező, hogy a néző ne feltétlenül menjen be vásárhelyre színházi Á, értem. és a környező falvak uh -huh. inkább nyárát szeredába jöjjenek uh, színházat nézni, sem mint bevásárhelyre, ami messzi van. Tehát a konkurenciát gyártottatok vásárhelynek. Ezt így nem merem kijelenteni, viszont az, azt gondolom, hogy kellőképpen uh, nem, kisvárosi nyilván, színházként uh, van létjogosultsága tehát, hogyha biztos. tud lenni például ennek a bérletrendszernek most egy ilyen két-háromszázas uh, létszáma, akkor érdemes csinálni. Mekkora a tervetek? Hatalmas, háromszáznál több, tehát a nagy, a nagy, színpad. Komolyan? Igen, hát igen. hatalmas. Igen. és meg is telik igazából a tótékon teltházó. Abszolút, abszolút, abszolút. És a, a környező Ezt én is tudom taros, hogy ott voltam, szóval tudom. Tényleg? igaz, hogy 45 percet vártunk, míg a teltház mert elkészül. Mekkora a város, de Ez nem tudom, sajnos. Nem tudom. Hát figyelj, nem kicsi, és nem csak az, hogy nem. Tehát ilyen Szerintem ilyen keresztúrgatás. Akkor ez egy ilyen 12 ezer, 14 ezres. S... S... Ilyesmi kár. Kisebb, nem? Kisebb keresztútnál, az kisebb. Csak a környező falvak annyira közel vannak, hogy. Ja, hogy a, bele, átver, igen, hogy már beleolvadtak is, meg tényleg közel vannak. De, de hogy te... ez milyen érdekes, az, hogy egy meglehetősen kisvárosról beszélünk, és van egy 300 igen. nézőt befogadó És meg is termel. telik. Tehát, hogy az az évek során tehát, hogy a bekecs kinevelt egy olyan uh, nézői réteget, akik szeretnek uh, előadásokra járni. Meg ugye az azért van egy tendencia, egy pár éve vette, én elég sokat járok a nyárad mentére, ezért tudom a kör vagy azért figyelem a környéken zajló dolgok eseményeket, hogy az elmúlt, áh, nem tudom, három-négy évben uh, lett egyfajta ilyen, ilyen kulturális dömping a környéken. Szóval, hogy nem csak, nem csak a bekejt, hanem zenekarok, uh, irodalom, nem tudom, képzőművészet, szóval. Koncertek kicsit... vannak, meg Igen. Te Tehát lehet egy ilyen fura, a nyárád mentén lesz az új A nyárad ment az új művészetek az új jel. művészetek hölgye. Tehát, hogy lehet. lesz de jó lenne az Igen. Meg hát ilyen táborosztatási helyszínek is vannak egyre több. Uh -huh. Tehát, van is uh, infrastruktúra arra, hogy mondjuk egy művész én amit tudok, például a alkotó alkotótábor létre tudjon jönni. Van azért a nem tudom, tündér, Ilona, panzió, igen. Stb. igen, stb. igen. Stb. Hát meg azért ugye ott működik a, a szélyesferinek, a Mikházi, Mikházi. a ja, csőszínházi történések, meg ott ott a nagy híres gitártábor, vagy erdődő, a erdőcsinál, vagy. Igen. Csináld, ahogy akarod, nem tudom. <laughs> vagy, vagy amit akartam. Hát vagy, meg a akartom. mumus. Már csak hát a mumus, igen, a mumus is. igen. A mumus most már nagyon Az mit csinál, azt ér, arról nem tudok semmit. Az ki. egy zenei, a zenei fesztivál. fesztivál egy nagyon híres fesztivál, Gábor. Most igen. már, úgyhogy... Egy egy, de nem... nem én, a mumus, majd nézz <gül> utána <gül> egy kicsit. Googlizd meg, a mumus ez egy mumus? Igen. Kis igen. Ozora, igen. vagy nem igen, igen, a kis igen, kicsit, kicsit, azt idézi vissza. Nem élek vele. Az ozorán, nem feltétlenül a drog miatt, de hogy a az Ozorának az ős idejét idézi vissza a momos. Tehát amikor indult az Ozora, hogy ez egy ilyen nagyon beltérjes, nagyon kevés létszámú fesztivál, tehát nem az volt, hogy 800 ezeren ott voltak, és minden, minden a pénzről szólt, hanem ez egy, ez egy teljes Kisebb komúna. Igen, 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 igen. Sőt, most már nyaranta a gyerekeknek is tábort, alkotótábort, meg mindent szerveznek. Úgy, ott? Kicsit kinőtte magát, Igen. Uh -huh. Nagy a Dórián? Jól mondom? Azt hiszem, igen. Hogy igen. Vagy, kis. Vagy, Vagy kis. kis. Vagy a kettő között, a mezőn a valahol. Mezőn, igen. Vagy lehet, hogy nem a Dórián, de kis. Meg hát azért, azért nagyon híres művész emberek költöztek ki egyre többen a nyárát mentére, tehát akik ezzel színházzal, tánzzal ja. foglalkoznak, például a Györfi Csaba. De ugye a Marosvásárhely Nemzeti Színház volt vezérigazgatója is szintén ott lakik mert Korpos Andris szóval ah, tudnék esélni ilyen neveket. Tényleg. Hogy, hogy kik költöztek ki a nyárád mentére. Úgy érzem, akkor van benne potenciál. Kezdem ezt. Na a, tyúkokat a tyúkokat is. A tyú... hmm. Ez az. Ki lehet Csaba, te nézzél te a szomszédban valami üres házokat, légy szüves. Van telek. nem vagyok jó táncos, ez a baj. Nem, hogy vagy, nem vagyok jó táncos, egyáltalán nem vagyok nem jó táncos. táncos. Hát, te nagyon jó táncos, csak az a lép még nincs, amilyen jó <laughs> táncot <gül> A ritmust azt érzem, de csak annyit. <laughs> Abból már meg tudsz élni. <laughs> Ó, sokan vannak így. Olyanok, akik nem is érzik a ritmust, mégis megélnek belőle, szóval. Uh, ja, hát ez egy fesztiválnak a podcastje. Uh, uh, mennyi ideje fesztiváloztok, Csaba? A csak a tegnap láttál bele? Igen. Tegnap volt az első előadás, amit meg tudtam nézni. Tegnap, es tegnap esti előadás. Na, mesélj, beszéljünk egy kicsit arról. Uh -huh. uh, én, én most töredelmesen elnézést kérek kérjek a szövedélyektől, én annyira rosszul lettem előadás közben, hogy szerintem lázom is volt, meg minden. Én valahol egy, egy óra után muszáj volt kijöjjek. Nem is nagyon tudtam élvezni, mert volt egy, de nyilván sajnos nem beszélem a németet, és emiatt gyakorlatilag azt csináltam, hogy így föl, fölnéztem a plafonba, vissza egy picit, megint föl a plafonba, megint le, megint föl, megint le. Egy adott ponton azon kaptam magam, hogy csak a szöveget olvasom, már lennem, nem, nincs nézem, hogy mi történik. Szerintem ez életé rosszul ez a sok felle, felle, biztos. <gül> egy <gül> és egy adott ponton én éreztem, hogy más levegős, levegőt se kapok, már már aludnék is, és, és kénytelen voltam kijönni. Mondjuk ebből kifolyólag, hogy nem is voltam jól, nem is nagyon élveztem az egészet. Tehát, hogy Na, hát nem, nem akarom én ö, nyilván minősíteni az előadást, mert nem én voltam a jó. Én voltam a gyengébb láncem, nem az előadás. Ti hogy láttátok egyébként? Milyennek láttátok? Oh, ez, ez a felidatos díj picit engem is felcsavart, hogy így fent nézem, és akkor most az előadást nézem -e, vagy megpróbálom a szöveget tudni, hogy éppen hol tartunk. Bár ismerem a darabot, de annyira szövegközpontú, hogyha nem, nem uh -huh. megyek a, a szövegértelmével, akkor nem biztos, hogy tudom. A, be tudom fogadni azt, ami a játékban történik. Amit kiemelnék, és ami szerintem nagyon erős ö, volt az előadásban, az a, az a látványvilága. Tehát, hogy volt egy olyan tenyérbe mászó, meg arcban nyomó székbe ültető a látvány, ami, ami engem vitt az előadás alatt. Tehát, hogy ö, hangzásban is nagyon erős volt, meg látványban is nagyon erős volt. Uh -huh. Ez az, amit kiemelnék. Uh -huh. Aletta, te, aki, aki azért is vagy itt most a fesztiválon, hogy blogot írj, látványtervező szemével, szubjektív módon. Exkluzíve írj nekünk meg gyere, itt egy blogot. Jaj. Mielőtt még megjelenne, akkor gyere mesélj, hogy te hogy láttad ezt az előadást, a látványtervező szemével. A látványtervező szemével? Hát én én nagyon szerettem egyébként. én Hozzám nagyon közel áll ez a fajta színházi esztétika meg világ, meg látványban különösen uh, tudok, tudok ezzel rezonálni. Uh, a felirat egy picit engem is zavar, de kialakítottam, képzeljétek el egy technikát. Hogy nem olvastad. Ez <laughs> De? De, nem mindig, főleg akkor nem olvastam, amikor eltűnt a felirat, de kialakítottam azt, hogy felnézek, gyorsan-gyorsan elolvasom és aztán nézem az előadást. Úgy nem, nem, az egyik szemeddel a feliratot, <laughs> úgy, <az gül> a másikkal <laughs> az Már csak lenne olyan hogy <laughs> ezt meg tudjam <kisztettem>, Kicsit <laughs> oldalra fordítottad a fejed, és akkor így. Én... Nem, egyébként én is ugye nem. ezt csináltam. Meg hát azért a cselédeket nagyjából ismerjük. Szóval Jó, vannak persze, vannak persze, vannak persze, persze, vagy csak közben, közben meg szerintem... Vagy... Ez olyan tudod hogy én, én a, a, felirat, tehát, hogy a filmet nézek, és ne adj Isten, magyarul van, de megy alatt a magyarul a felirat, akkor is olvasom. Tehát... Valahogy Isten, a szemem... A... Mert azért, mert így jobban megérted. Igaz, azért meg. De hogy nem mondták el, nem... hogy azt ki lehet kapcsolni? Vármit a feliratot. De, csak volt, van ilyen, tudod, amikor így nézel valamit, és akkor ott marad a felirat, csak akkor dög vagy a távirányítóért elmászni, hogy oh, akkor kapcsolt ki ezt a feliratot, csak akkor azok kapom magam, hogy így olvasom a magyar feliratot, pedig értem, amit mondanak. Én például nagyon sokszor nem is olvastam, tehát hogy egyszerűen úgy tudtam menni, bár <hül> én nem tudok német, valamennyire tudok, vagy valamennyit értek, meg pár szót. Ja, nein, ich schnell gut. <hül> Sőne, Scheiße, tehát hogy ezek mi mennek, de, de hogy egy... Ö, ö, Ami, amit össze a... lehetett szedni a 90-es pornófilmekkel. <hül> Csak és itt vagyunk a, pornón. a pajzánság Egen, ez az, ez az. <laughs> az aranyszőke. kelet német pornószínésznő filmjeit nézte, igen, de hogy, hogy, a színészek azért, most nem a pornófilmben, a tegnap este a, a, a színészek azért... Elég, de ha valaki elég. akar játszani, akkor gondolja úgy. Igen? Elég sokszor uh, lekaptak a feliratról, úgymond, tudtam utazni velük. Jó, de bocs, beleszóltunk, Alek, a gyerek. igen, Gyere, Nem, a, ez, a, ez az abszolút nem, nem, van. Nem akarok. De én már nagyon szerettem például azt, hogy ez egy koncert színházi keretbe volt. Ez egy koncert színházi keretbe volt téve? Ezt mert teszem ezt a kérdést, mert én, nekem is ez volt az első gondolatom, hogy ez alapvetően ez egy koncert színházi előadás. De ez egy koncertszínházi előadás? De vajon ezt, ezt így meg kell pontosan határozni? Mert most csak azt nem mondtam, kell, hogy csak kell, előtt, de elterült, tört, hogy... Nem, nem kell, hogyha te bennem is, hogy ez az te egy... használod ezt, hogy koncertszínházi előadás kereteiben, akkor te kijelentettél valamit, és akkor beszéljünk erről, mert én meg pont az Én az, is én ezt gondolom. éreztem. Először mm. én is azt hittem, hogy ez egy koncertszínházi nem, előadás én én azt gondolom, lesz. hogy ez egy előadás volt, amiben beleraktak a egy zenekart, aki az zenét Mitől koncertszínházi előadás? Egy koncertszínházi előadás? Szerintem látjátok most oké, már van, és van, van három darab elkezdett doktori, remélhetőleg egybe is fejeződik ennél az asztalnál. És nem a koncert nem a koncertszínház de akár lehetne ez is egy ilyen kutatási téma, hogy, hogy ilyen PhD téma, hogy akkor mi a színház, a koncertszínház. Szerintem alapvetően ahhoz, hogy ez egy koncertszínházi belőadás lehessen, vagy lehetett volna, ahhoz hát sokkal zeneibb kellett volna legyen ez az egész. Tehát, mm. hogy az, hogy 30 percenként elhangzik egy dala egy élő zenekartól, aztól nem így, lesz szerintem koncert. És így betét daloknak hatott nekem inkább, teljesen. Igen, inkább, sem, igen. mint ami viszi a fővonalat, és mm -hmm. akkor abból kialakul egy cselekmény. Abban viszont igazad van a hogy azokban a pillanatokban, amikor befordult a zenekar, ott koncentráciában átalakult, át, egy picit esztétikailag is, meg nyelvezetben is átalakult az előadás. Hát igen, meg meg valahol a térnek is az egyik köz, központ. Tehát az, hogy egy, egy, egy centrális forgó valami, a, ami kavarja, vagy nem, nem tudom én ezt az egész zeneiségét egy kicsit így az érzelmeknek a... Az irracionalitásával raktam össze, hogy valami, amiről beszélünk, és valami, amit érzünk, és a, talán a zene a látvány mellett a, a másik, ami nagyon-nagyon erősen hat az érzelmekre, az, és nem. Tehát valahogy így eleme, nekem nagyon elemelte ez az egész uh, zenekar jelenlét uh -huh. a, az előadást, és szerintem nagyon jót tett neki mert hogy anélkül, hogy nagyon magyaráznánk azt, hogy mit, mit is akarunk erről gondolni, így megszületik egy, 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 hangulat, és, és ellen pontozza azt a, a, a amit a, esetleg a látványnak is a, ez a mm, esztétikája hoz, hogy egy, egy punk zenekart látunk, és, és dübörög a német rep. Uh -huh. miközben meg, meg folyik a víz, meg... Tehát, hogy, hogy valahogy egy ilyen nagyon szép um, feszültséget teremtett. Nem éreztél egy pici, pici, picit azt... Hát, nem mondom azt, hogy eklektikát, mert nem ez a jó kifejezés, de nem éreztél egy picit ilyen, ilyen túlzsúfoltságot ebben a téren. De én, én éreztem e de, eklektikát de, de én, Hát... Fi ahhoz képest, hogy az eddigi előadásokban milyen eklektika volt, nem éreztem <laughs> ja. eklektikát. Jó, hát. Ö, nyilván voltak olyan pontok, ahol de, de nem... Engem nem zavart itt most az eklektika. A térrel kapcsolatban meg azt éreztem, hogy ez nem ide készült. Tehát ez yeah. egy sokkal kisebb tér. Hogy, hogyha ez egy hangárban van, vagy egy 20x20-as uh, térben, aminek van magassága és van szélesség, akkor nem így hat szerintem ez, a, Biztos, ez az előadás. Nem. Mert itt én is ezt na, tehát zsúfoltnak éreztem azért, mert nyomnak a falak minden uh -huh. onnan, és yeah. azt nézem, hogy uh -huh. a színész uh -huh. vajon a fal és a forgó közt elfére, vagy oda de, uh -huh. uh -huh. Ha ennek van levegője... Akkor az... én, én például tudom azt, hogy... Tehát, <kül> beszéltem a diszlettervezővel, és ő mondta, hogy 4-4 méter volt még a forgó és ez egy teljesen más mm -hmm. dolog, Igen. mint azt érezni, én is éreztem, hogy zsúfolt, és hogy mindjárt szembe jön a, a víz velem, meg a, az összes szereplő, de de ez nem ebben a térben készült. Ez egy és, erős -e jót, De az... nem feltétlenül így értem a zsúfoltságot, hogy most érszőlőd, hogy valamit beerőltetnek egy mondjuk egy XL-es méretű előadásba, egy, egy XS-es térbe, hanem, hanem hogy a víz, hogy a forgó, hogy ez a varietészerű, mert egyébként az, az a rész, az tetszett, ahogy a zenekart úgy használták, mint Ando ezekben a varieté műsorokban, vagy egyáltalán sokban. Uh -huh. De hogy még kicsi dobogó, de hogy még nagy dobogó, de hogy kerek, de hogy félkör, de hogy víz, de hogy neon, neon de hogy led, de hogy szalagfüggöny, de hogy így e értettem. Ilyen szempontból igen, ezt értem, csak um, tehát valahogy az, hogy egy ilyen, közben meg egy monokrom világot látunk, vagy uh -huh. egy ilyen fekete-fehér, tulajdonképpen egy szín volt az a piros, a piros ruha, és a többi az, az teljesen uh, fekete-fehér világra épült, így, így az anyagok, azt éreztem, hogy megférnek egymás uh -huh. mellett, és nem nem dobja le az egyik magáról a másikat. Nekem óhatatlanul egyébként eszembe juttatta a nélkült, amit, amit szintén Csabikával együtt csináltunk, György Csabával együtt csináltunk, ő volt a koreográfusa, és abban is ugyanez a színvilágot, a fekete-fehér, meg a, a piros. Az hát jó. igen, ez egy eléggé... Hát boldogtalanok. Aká, hát, vagy, vagy keresztes megálljatok meg Attila, a tudom, nem, nem, Nagyon sokan használják ezt nyilván, de, de. Hogy, hogy. És nem éreztem azt is sematikus az, hogy. Persze lehet azt mondani, hogy jó, igen, fekete-fehér, és akkor egy piros, de nem zavart. Én mondjuk személy szerint, hogyha már élményről beszélünk, akkor nagyon sokszor elfogadom, mert nyilván itt is voltak hibák, voltak tempó hibák, mindenféle hiba van egy előadásban, de hogyha megérint, és. és sodor magával, akkor el tudom feledni a hibákat. El tudom feledni mondjuk azt, hogy, vagy ha nem is tudom kikapcsolni a szemem, de, de elfogadom azt, hogy mondjuk bejön egy olyan karakter, egy olyan jelmezbe, ami számomra már gics. Vagy történik egy olyan jelenet, ami számomra már gics, és túl, túl, lépi azt az érzelmi nem tudom, nyúlást, ami, ami ami nekem így az ízlésemet meghatározza. Uh -huh. És azt mondom, hogy jó, oké, elfogadom. De ne is bármilyen, amit beszélgetünk, vagy kérdezünk. Ez nem azt jelenti, hogy mi hibát vélünk fel. Jaj, persze, csak csak, csak, hogy beszélgetünk. Nem, én, is, én, jó, is a... én meg itt most lezárom ezt a beszélgetést. Már csak azért is, mert Csabát el kell engednünk próbára, mert ha nem, akkor itt november 9-én nem lesz bemutató. Nem. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. További jó fesztiválozást, amennyiben csíkban, csíkban is találkozunk, találkozunk hogy ha jól értettem igen. a lettával. Árpita, te csíkba -e? jössz, vagy Csaba nem enged el? Csaba nem fog el <laughs> Én egyetlen egy napot fogok éjszakát még részt venni a kolokviumon, és az majd 30-án lesz Gyergyóban. A... Ennyi. Ja, a vásárhely. Népellensége. Nem. Nem, az Alkésztis? Nem, Kestis nem, hanem a... Koncert? A, 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 a La Ronde, vagy La Ronde, a, a, az André Moresánu színház, a, a, má, a ja, Szatmá, a Györgyi Román, nem tudom. De akkor ez nem Igen. az utolsó nap. Nem, nem az azt utolsó, mondtad, hogy nekem utolsó az van? lesz az ja, utolsó neked lesz az utol... Ja, jó, jó, jó. jó. És hát ne, nem remélem, nem az utolsó napom lesz, de hogy ebben a fesztiválban. <laughs> <laughs> jó van. Hát e, akkor még este előadáson azért csak találkozunk, nem Csaba? Vagy már az esti próbákat málkozó. sem mered elengedni? De, találkozunk. Azt még, elege, azt, az még meg <laughs> azt még, megmered. Jó van. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok további. Jó fesztivált, és további szépen. Köszönöm hogy köszönöm a beszélgetést. Csak egy kávé. A 14. Nemzetiségi Színházi Kolokvium beszélgető műsora.